Hova vágnál lyukat? Az Eger hírekbe, bazd meg! A Feszteger első hivatalos napja nem okozott csalódást. Mikor kijöttünk, már Lovasi András és a kis csillag volt a színpadon. Máté mutat néhány képet. A Vadfluttik egy tipikus fesztiválzenekar, nem most vannak a csúcson, az néhány évvel ezelőtt volt, de azért aránylag megmozgatták a közönséget. Akiket most látok, az pedig már az Intim Torna Illegál, akik szerintem a mai nap egyik legjobb buliát tolták itt a Bojkiban. Na, szóval ennek kapcsán láttátok, mennyire boldogok az emberek, megkérdezzük, hogy ki hova vágna lyukat. Lányok, bocsánat, ti hova vágnátok lyukat? A kádba, egyértelműen a kádba. Az Eger hírekbe, bazd meg. Na, végre. Az a süllyesztőbe kéne, hogy kerüljön. Nagyon jó, elásnál? Simán. Akkor csináld. Nem csinálom. Büdőkádba! Nem? Én nem. Te nem? Lukat? Hát tegyünk lukat ide, tegyünk oda lukat. Mindenhol lukat kell, a lukat mindig be kell tömni, nem? És te tömni szeretsz? Tömni szeretek, így van. A közepébe. Miért? Lyukat odavágnék, ahol még nincs lyuk. Kevés olyan hely van sajnos már, ahol nincs lyuk. A közepébe vágni a lyukat, hogy legyen hely táncolni. A kádba! De miért? Mert az Intim Torna ezt mondta. És ha én azt mondanám, hogy ugorjak útba, akkor odaugrat? Semmiképpen. És ha én énekelném, hogy vágjál nyugat a sajtba, akkor a sajtba is nyugat vágnál? Nem, csak az Intim Tornára hallgatok. Vágjál nyugat a kádba, vágjál nyugat a kádba.